Lezárult az Összefogás Tolnáért projekt, aminek a keretein belül 7 kedvezményezett szervezet valósíthatott meg vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból közösségfejlesztő programokat. Az Újra dolgozni Tolnában egyesület is részesült a pályázati összegből, így ők is számos közösségfejlesztő eseménnyel színesítették a tolnai lakosok életét. Mi 2020. március 1-én elkezdtük ennek a projektnek a megvalósítását. Én a szakmai vezetője voltam, és épp csak felépítettük volna, hogy milyen remek közösségi programok lesznek, amikor rögtön lezártak mindent. Úgyhogy sok energia kellett újra tervezésre is, de végül arról büszkén és boldogan számolhatok be, hogy minden megvalósult. Voltak a tolnai séták, ez egy nagyon közkedvelt program volt. 4 alkalommal szerveztük ezt meg, és általában 50 fő körüli látogatottsága volt egy ilyen sétának. Itt úgymond képzett tárlatvezetőket vontunk be, hívtunk meg, építészeket, Lajtai Zoltánt és Práger Máriát, akik elkalauzoltak Tolna építészeti csodái, illetve helyenként jobb sorsra érdemes területei, helyenként megbecsült területein. Úgy véljük, és ez bizonyítást is nyert, hogy az eredet büszkesége az, hogy jó legyen valahová tartozni, az nagyon sokat tud segíteni az ember önérzetének megtartásában, önértékelésében, szóval kell ez a származás büszkeségehez, meg jótékonyan járult hozzá. A tolnai sétákat lelki séták is követték, ezeken pszichológus bevonásával a lélektani fejlődésről hallhattak előadást az érdeklődők. Az egyesület olyan programok szervezésére törekedett, amikkel minél szélesebb körben meg tudja szólítani az embereket. Volt még egy összességében 4 alkalmas élménynapok sorozat. Ez a tolnai nagycsaládosok egyesületével karöltve megvalósított tevékenység volt. Ezen belül volt bicikli és kajak, pontosabban túrakenu, igen, víz, meg mindenféle sportesemények, közös főzés, kirándulás. A következő programsorozat az áldozattá és elkövetővé válás megelőzésére vonatkozott, és kifejezetten a fiatal korosztálynak szólt. Ezzel leginkább az egész fiatal korosztályt céloztuk meg ezekkel a programokkal, mert abban a korban egyrészt kitettebbek az élettapasztalatok híján is, kitettebbek annak, hogy bármelyik szerepbe belecsúszanak, és mivel még a személyiség rugalmasabb, formálhatóbb, hát mindenképpen erősen indokolt, hogy valami prevenciós dolog történjen velük. Az Újra dolgozni Tolnában egyesület közel 20 millió forintot nyert el, ebből az összegből tudták megvalósítani azt a programkavalkádot, amikre kivétel nélkül nagy érdeklődés volt. Szintén támogatásban részesült a Zafír Alapítvány, akiknek a tevékenységi köréhez mindig is szorosan kapcsolódott a közösségszervezés. Közösségi erőtér a Tolnai Zafír Alapítványnál, ez volt a pályázat címe, és ténylegesen a közösségben rejlő erőnek a kihasználására, annak a benne lévő személyek fizikai és mentális egészségének a megőrzésére, gyakorolt hatására helyeztük a hangsúlyt. Szerettünk volna a város lakói számára olyan programokat megvalósítani, amely itt nem volt jellemző. Szerettünk volna havi rendszerességű klubfoglalkozásokat biztosítani, és negyed évente nagy rendezvényeket, amikor egy szinte egész napos, több eseményt magába foglaló rendezvényt tartottunk. A havi rendezvényeink 3 részre különíthetők el. A legnagyobb népszerűséget magában rejtő rendezvény az a Nőcik Klub volt. Ez a Zafír Alapítványnak egy a 2000-es évek közepén megvalósított EU-s támogatású projektjében létrehozott női civil információs központnak a rövidítéséből eredeztethető, és ennek a klubnak, hogy
a név is mutatja, elsődlegesen a nők a célcsoportja, de szép számmal vettek részt férfiak is a rendezvényeinken, hiszen az előadókat úgy szerettük volna meghívni, és olyan témakörökben kerestünk kifejezetten nagyobb hírrel bíró szakértőket, ami mindenki számára érdekes lehet. A programsorozat első előadója egy időgazdálkodási és hatékonysági szakértő volt, majd egy stílus szakértő tanácsait hallgathatták meg az érdeklődők. A Zafír Alapítvány elsődleges célja az volt, hogy olyan különleges programokat sorakoztasson fel a közönség számára, amikkel nem találkoznak a mindennapok során. Voltak sportrendezvényeink, buborékfoci, fit jump bemutatóval, egészen kicsi gyerekeknek foglalkozás, játszó foglalkozást tartottunk. És akkor emellett a kultúrának egy olyan szeletét is próbáltuk behozni, amely író-olvasó találkozók formájában testesült meg. Minden ilyen eseményünknek a záró momentuma pedig egy koncert volt, és itt is a helyi zenekarokat szerettük volna elsődlegesen népszerűsíteni, és hát azt mondhatom, hogy óriási sikerrel nagyon kedvelték, és nagy létszámmal zajlottak ezek a rendezvényeink. Mindemellett szerettünk volna még olyan képzési lehetőséget is biztosítani, amely egyrészt a stílus tanácsadáshoz kapcsolódott, illetve volt egy Kriston Intin torna tréningünk is, amely két alkalommal került megrendezésre, és volt egy agykontroll gyermekeknek szervezett tréningünk is, amely a 7-10 éves korosztályt célozta meg. A programokat egy jó igényfelmérés alapozta meg, hiszen ez alapján az alapítvány megtudta, hogy mi az, amire fogadóképesség lesz, és ennek ismeretében tudta megszervezni azokat az előadásokat, amik aztán hatalmas élménnyel ajándékozták meg a résztvevőket.